másképp működik a nyilvánosság. És őszintén szól, hogy előttetek van az az állampolgár, aki leül a vita elé, megnézi, és azt mondja, hogy hát eddig a Dajstamással akartam szavazni, de most már a Dobrev Klárára fogok szavazni, vagy viszont. Ilyen, szerintem ilyen nincsen. Tehát szerintem ezek már sokkal kialakultabb, mert egész egyszerűen ezek az információk hosszú heteken, hónapokon, minden nap, éveken keresztül jutottak el én nem hiszem, hogy ennek túl nagy jelentősége van, miközben persze helyes, hogyha a, a listát állító pártok elmondják az elképzeléseiket, ez helyes, és ebben lesz kedves Magyar Péter is odaállni, aztán vállalni a szavaiért a felelősséget. Ez nem kizárólagos, mert korábban Magyarországon is voltak olyan viták, ahol ö, felsorakoztak a jelöltek. Tehát tehát ott is van, van, van annyi idő, hogy egy, egy lényeges dolgot el lehessen mondani. Na most azért nem úgy megy, hogy azért tényleg mindent megszabok, és akkor utána állok csak rendelkezésre. Nem. Te itt kompromisszumot kell kötni annak, főleg, aki szeretné ezt. Kapott lehetőséget. Alkalmazkodott a magyar televízió. Mi kell még több? A véleményem szerint ő nem más, mint ahogy régiesen mondták, egy politikai krakéler a kötösködő a politika kocsmájában, aki mindenkihez oda megy, megpiszkálja az orrát, mond valami durvát, próbálja fölhergelni, mindent kiforgat, és aztán azt a dalt fújjuk, amit ő, ő szeretne. Most nincs semmi másról szó, mint folyamatos kötözködésről, okoskodásról, a dolgok kiforgatásáról, csak hogy róla szóljon a nóta.